Tiszteltel köszöntjük kedves nézőinket, és köszöntöm beszélgető partnert dr. Türmegyulát, a munkáspárt elnökét. Elnök úr, ma szeretnék önnel belpolitikai kérdésről és külpolitikai kérdésről, illetve olyan kérdésről, ami mint külpolitikát érinti. Utána kezdjük a belpolitikával. Itthon fél évvel meghosszabbította a kormány a vészhelyzetet. A törvényjavaslat szerint így rugalmasan lehet választani a járvány okozta nehézségekre. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy rendkívüli szabályokat nem érintik az országgyűlési választásokat, és nem lesz ennek befolyásoló tényezője. Ennek ellenére nem kell attól tartani ön szerint, hogy a kampány lefolytatása majd falakba fog ütközni? Hiszen a választás az rendben, de kampány is kell előtte. Ahhoz képest, hogy korlátozó intézkedéseket is jelent a rendkívüli állapotnak a bevezetése, ma Magyarországon minden ember kimehet az utcára, vannak gyűlések, lehetnek rendezvények, és boldogan készülünk karácsonyra. Én azt gondolom, hogy nem kell arra számítani, hogy bármi akadálya lenne a választások demokratikus megtartásának. Inkább azok jelentik az akadályt és a zavaró tényezőt, akik ma megpróbálnak ugye arról beszélni, hogy nem lesznek választások, hogy azok nem kerül sor, még nem úgy lesznek, ahogy demokratikusak legyenek, és ezzel mindjárt ugye olajat öntenek a tűzre, és étszált adnak az Európai Unió azon tényezőnek, amelyek viszont előszeretettel szeretnék nekünk diktálni, hogy mi a demokrácia és mi nem. Mi ebből nem kérünk, Magyarországon lesznek választások, az adott körülmények között. Tehát akkor ön szerint ők fölöslegesen kongatnak vészharangot? Ez az ő választási taktikáiknak egy része, semmi több. Értem. Gondolom önök is indulnak a 2022-es választásokon, akik már nincs is olyan messze, ezt mondhatni, itt vannak a küszöbön. Milyen tervekkel teszik ezt, milyen erőkkel? Jelöltjeik megvannak már? Természetesen a munkáspárt is indul a választásokon. Mi tisztában vagyunk a realitásokkal. A munkáspárt bármennyire is sajnáljuk, nem fog bekerülni a parlamentbe, nem mi fogjuk az ország politikát eldönteni. De egyet biztos, hogy el tudunk érni. Föl tudunk mutatni egy választási lehetőséget. Tehát azt fogjuk mutatni az embereknek, hogy nem kell feltétlenül a Fideszre szavazni, vagy a liberális ellenzékre szavazni. Ha ti mást akartok, akkor van egy párt. És szeretnék azt is megmutatni, hogy vannak dolgok, amit meg lehet csinálni a kapitalista viszonyok között. Mondjuk meg lehet emelni a minimál bért 100.000 forintra, vagy akár 150.000 forintra. Előbb-utóbb el fogunk oda jutni. Lehet javítani az egészségügyet, lehet javítani a mezőgazdaságot. De az alapvető dolgokon nem lehet változtatni. Ahhoz egy másik rendszerre van szükség. Egy közösségi társadalomra van szükség, és mi szeretnénk fölvázolni ezt a képet, hogy milyen az a társadalom, ahol nem a pénz a döntő, hanem az embereknek az érdekei. Lehet, hogy most még ez nem fog földrengésszerű változást elérni a választásokon, de legalább az emberek fognak róla tudni, és majd a következő választáson, vagy az azt követően fognak ránk szavazni. Azt lehet tudni önökről, hogy következetesen politizálnak. Ehhez képest a programjuk 2018-hoz képest, vagy esetleg még az 1990-es választáshoz képest, mennyire tartalmaz az új elemeket? Hát sor olyan dolog van, amiről ma már nem kell beszélnünk, mert a mai viszonyok között ez megvalósul. Tehát mi éveken keresztül küzdöttünk azért, hogy teljes foglalkoztatás legyen, vagyis mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni akar. Mai Magyarországon ez lényegében megvalósul. Az egy másik kérdés, hogyha majd véget ér a konjunkturális időszak, mikor az ország már nem fejlődik ilyen gyorsan, akkor megint lesz munkanélküliség. De az majd a következő helyzet. Ugye sokat beszéltünk arról, hogy a minimálbért emelni kell, áll a jóistennek ez is bekövetkezett. De ez nem azt jelenti, hogy ez az idő végezetéig így lesz. Másrészt arra is mindig fölhívjuk a figyelmet, hogy amit ad a kormányzat az egyik kezével, meg amihez a tőke adja hozzájárulását, azt a másik kezével elveszi. Lám-lám, itt van ugye az óriási áremelés. És vannak dolgok, amelyeket úgy gondoljuk, hogy az emberek várnak tőlünk. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nagyon sok ember érte azt a követelésünket, hogy a nyugdíjkorhatár csökkentsék. Nőknél ez legyen 55 év, férfiaknál 60 év. Tehát ilyen és hasonló dolgokkal szeretnénk a választáson indulni. Ez a kampányuk még él? Ez a nyugdíjkor kedvezmény kampány?
A mi célunk, ameddig csak lehet kimenni az utcára, hát amíg itt a hó és a nagyon hidegtől nem köszön, de addig szeretnénk, hogy az emberek lássanak bennünket, tudjanak arról, hogy van ilyen választási lehetőség, többek között tudják azt, hogy 55 és 60, ez a mi jelszavunk. De hozzá fogjuk tenni, és ezt is elmondjuk az embereknek, hogy például mi nem hitelt adnánk a fiataloknak, hanem lakást építenénk, olcsó bérlakást, amit a fiatal igénybe tud venni. Ez jelenteni az igazi segítséget. Visszatérve még az országgyűlési választásokhoz, ugye új választási törvény alkottak meg Honatyáján, amiben 71 lett az országos lista állítási minimum. Na most önöknek azt mondta, hogy nem tartja a valószínűleg, hogy bejutnak az a parlamentbe. Mennyire okoz nehézséget az országos lista állítása? Mi azt gondoljuk, hogy az elmúlt évek magyar politikájának egyik legantidemokratikusabb és legtisztességtelenebb változtatása, az pont a választási törvény módosítása volt. Tehát az elmúlt időszak legtisztességtelenebb és legantidemokratikusabb változtatásának épp a választási törvény módosítását tartsuk. 71 egyéni jelöltet nagyon kevés párt tud állítani. Ez azt jelenti, hogy kevés országos lista lesz, kevés pártra lehet majd szavazni. Most minél kevesebb pártra szavazhatnak az emberek, annál kevesebb párt fog bejutni a parlamentbe. És nem csak az a lényeg, hogy a párt nem jut be, hanem azok az emberek se fogják tudni az érzéseiket kifejezni a parlamenti politikában, akik ugye mögéjük állnának. Ugye 71 az a munkáspártnak is sok, én nem azt mondom, hogy nem lesz feltétlenül, nagyon dolgozunk, ahol csak lehet állítunk egyéni jelölteket, ez a munka széles körben folyik. Annak ellenére még egyszer mondom, hogy nem könnyű, sok helyütt támadják a jelöltjeinket, sok helyütt el akarják csábítani a jelöltjeinket, de azért ki fogunk tartani. A jelölt állítás az majd jövő február-márciusra válik véglegesé, addigra pontosan fogjuk tudni, hogy hány katonával indulunk a háborúba. Érdekes gondolatot fogalmazott meg a két farkú kutyapárt elnöke, aki azt mondta, hogy ők állítani fogják több mint 71 jelöltet, tehát meg lesz az országos listájuk, viszont ahhoz, hogy az ellenzék le tudja győzni a kormánypártot, ott, ahol kell, majd visszaléptetik a jelöltjeiket. Na most akkor ez mi más, hanem a nép becsapása, illetve egy kicsit a pénzre is hajtanak? Ez természetesen az. A munkáspártnak az a véleménye, hogy mi nem azért indulunk, hogy a Fidesznek vagy az ellenzéknek jót tegyünk, vagy rosszat tegyünk. Mi azért indulunk, hogy a munkáspárt eszméje az 55 év és 60 éves nyugdíjkorhatár, a fiatalok támogatása, a munkakötelezettség, a lakáshoz való juttatás, a NATO-ból való kilépés, az EU-ból való kilépés, hogy ezek eljussanak az emberekhez. Ez nem lehet föladni. Hát ez a mi nézetünk. A polgári tők és pártok persze azért indulnak, hogy játszalozzanak ezeken a választásokon. Igazán komoly alternatívát a mostani kormány és ellenzékkel szemben egyaránt a munkáspárt jelent. Ezt szeretnénk, hogy az emberekhez eljusson. Emlékszem, hogy a fenti törvény megalkotásakor önök beadtak egy kezdeményezést, miszerint egy úgynevezett szuperlista állítás ötletével. Lehet erről tudni valamit, hogy egyáltalán miről is szólt, meg hogy születette hozzá válasz? Hát mi nem önmagunkra gondoltunk elsősorban, nem azt tudjuk, hogy az elmúlt években sok olyan párt volt, amely valóban képes volt országos listát állítani, becsületes, tisztességes párt. Nem a pénzért csinálták, hanem egyszerűen azért, hogy sok embernek legyen módja kifejezni az érdekeit és az érzéseit. Ezért azt mondtuk, hogy azok a pártok, amelyek már eddig is indultak, tehát nem loptak, nem csaltak, nem a pénzért indulnak a választáson, azok számára csináljanak egy úgynevezett szuperlistát. Ami azt jelentette volna, hogy lehet az embereknek szavazni a listára, de ezek a pártok lemondtak volna arról, hogy egyéniben indítsanak jelölteket. Mi ezzel rá akartunk mutatni a kormánynál is arra, hogy bizony a demokráciát nem lenne szabad ilyen durván lábbal tiporni. Nem foglalkoztak vele, ugyanúgy folytatják a demokrácia semmi bevételét, lábbal tiprását, mint eddig tették.
Akkor most térjünk rá a külföldi hírekre, illetve témára, de úgy, hogy közben a magyar vonatkozását is vizsgáljuk, hiszen Karácsony Gergelyék kitűzték a belorusz történelminek titulált zászlót a Budapest városházára. Azt mondja a folkpolgármester, hogy szolidaritást vállalnak a belorusz politikai foglyokkal, és ezért tették ezt. Na most, vajon a főpolgármesternek joga van ahhoz, hogy egy nép nevében nyilatkozzék és gesztus tegyen Magyarország nevében? Nincs, és azt gondolom, hogy nem is Budapest főpolgármesterének dolga az, hogy külpolitikai kérdésekben beszéljen. Arról nem is szólva, hogy hát ő ugyan Budapest főpolgármester, de hát Budapesten azért sokféle ember lakik, mi is itt élünk, és mi például ezzel nem értünk egyet. Nem az ő dolga, és nem lenne szabad ezt megtenni. Na most egy gondolatot a zászlóról. Ez nem történelmi zászló. Ugye 1918-ben után az orosz birodalom felbomlott, akkor egy ideig működött egy úgynevezett belorusz népi köztársaság. Ez a belorusz népköztársaság az egy tőkés állami képződmény volt, ami aztán eltűnt. Ennek volt a zászlaja, ez a bizonyos fehér-piros lobogó. Na most ezt a lobogót használták egyébként akkor, miután a németek 39-ben megszállták Belorussziát, és ma számtalan kép látható, ahol a horogkeresztes német zászló, és ez a zászló együtt lobogott. A belorusz ellenzék, amely ugye tavaly megjelent a választásokon, ezt a zászlót kapta föl, és ezzel árasztott el az országot. Ez már eleve egy rossz történelmi háttérből való indulás, hiszen milyen közösséget vállalnak a fasizmussal, a német megszállókkal és egyebekkel. Azt gondolom, hogy nem Karácsony Gergely dolga beavatkozni ezekbe a dolgokba, tisztességesen látni kell. Volt egy tisztességes választás Belarusban. Attól, hogy a nyugat nem ismeri a Lukasenkót elnöknek, ettől az a választás még szabályos volt, tisztességes volt. Szóba kell állni az elnökkel, és az országgal fejleszteni a kapcsolatokat. De ha nem is tetszik valakinek Lukasenko, azért azt tudni kell, hogy nem a mi dolgunk eldönteni, hogy ki legyen abban az országban a köztársaság elnöke, hogy kik legyenek az államvezetője. Hát most mit szólnának hozzá, hogy mondjuk Minszben, ugye kimennének az emberek az utcára, és követelnék, hogy Budapest főpolgármestere pedig takarodjon, mert ugye sérti a normákat, és nem ilyen emberekre van szükség. Én azt gondolom, hogy biztos le kell vonni. A Budapest városházán egyetlen lobogó lehet, vagy kettő, a magyar zászló és a fővárosi lobogó. Idegen zászlókat nem kell kitűzni. Magyarországnak kéne attól tartani, hogy esetleg valami retorziót alkalmazzanak a fehér orosz vezetés? Szerencsére azért a magyar kormány nem azonosul Karácsony Gergely buta politikájával. A magyar kormány nagyon pragmatikus és kimért belorusz irányába. Lehet, hogy a magyar kormányzat se ért mindenben egyet a belorusz politikával, de nem avatkozik bele belorusz ügyeibe. Támogatja az Európai Unió szankcióit, vagy pontosabban szóval megszavaz az Európai Unió szankcióit, de nem jár élen ezeknek a szankcióknak a falóra váltásába, sőt, mint felhívja a világ figyelmét, hogy amikor belorusz ellen szankciókat vezet be az Európai Unió, akkor nem csak belorusznak ártanak, hanem nekünk Magyarországnak is, hiszen mi nem tudunk exportálni egy csomó terméket, amit egyébként oda szívesen vinnénk. Rontja a viszonyunkat Oroszországgal, hogy ez a probléma létezik. És a magyar kormányzat nagyon helyesen mindig felhívta a figyelmét, hogy most jön egy szankció, kettő, három, öt, és utána mi jön a háború? Háborúzni akarunk Belarusszal és Oroszországgal? Éppen akartam kérdezni, hogy mit szól ez Magyarország kormánya, aki ugye a keleti nyitást preferálja? Hát Magyarország kormánya szolidáris a lengyelekkel, de világosan tudomására hozta mindenkinek, hogy Magyarország nem érdekelt egy háborús konfliktusban, és ezt mi támogatjuk. Tehát a keleti nyitás, együttműködés Oroszországgal, Belarusszal ezt tenni kell, és hát történelmi tapasztalatunk mutatja azt, hogy ha mi belekeveredünk nagyhatalmak érdekéből egy háborúba Oroszországgal, annak mi csak vesztesei lehetünk. Eddig mindig azok voltunk, és egész biztos, hogy nem lennénk nyertesek a jövőben sem. Ezért az ilyen
fenyegetődések, amik itt karácsonyul tesz, azok nem csak úgy buták, megalapozatlanak, hanem veszélyesek is. Elnök úr, mögöttünk van a magyar nemzeti zászló és a belorusz nemzeti zászló. Ugye ezt nem véletlen rakták ide kellékeseink. Üzenünk mi ezzel valamit akár belorusznak, vagy akár Budapest főpolgármesterének? Kitennénk a belorusz zászlót a Munkáspárt székházára is, hogyha erre a sajtó odafigyelne, de egyébként én is azt gondolom, hogy nem külföldi zászlókat kell kirakni a rokon szemünk kifejezésére. A Munkáspárt biztosította a belorusz kommunista pártot, Belorusszia elnökét, Lukasenko elnököt, ami támogatásunkról és szolidaritásunkról. Tavaly én jártam is kint a belorusz elnöknél, és személyesen találkoztunk, és a közeljövőben ismét Belarusba utazom, ahol megismerkedünk az ott élő gondokkal és problémákkal. Ugye most a ellenzék egyik másik képviselője, Cseh Katalin, ugye elmegy a lengyel-belorusz határa, hogy segítse a menekülteket. Most szeretném neki üzenni, hogy a menekültek nem a lengyel határon vannak, hanem a belorusz oldalon vannak, tehát ha segíteni akar, akkor oda kellene menni, és nem itt mutogatni magát. Bízunk benne, hogy Cseh Katalin meghallja az ön szavait. Köszönöm szépen, hogy válaszol kérdéseimnek, kedves nézőknek, köszönöm a figyelmet. Kövessenek minket továbbra is az interneten. Régen ajánlottam a Szabadság újságot. Van még Szabadság újság, ugye? Természetes, Szabadság hetente megjelenik. A Szabadságban olvasni lehet mindent, olyat, amit mások nem lehet olvasni. És ha mások ugyan írnak olyan dolgokról, amit mi is írunk, mi egészen biztos, hogy másként írunk. Olvassák a Szabadság újságot, és nézzenek bennünket jövő héten is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!